Bojtort nem támadják. Bojtor ellövi. Ez az első veszélyes lövés a meccs 6. percében. Ivancsics Gellért, aki ma 100. NB1-es meccsét játsza, szintén párat a Honvédban játszott ezek közül. Jó akció, laposan középre lövésre, és éppen Ivancsics Gellért az, aki most akár gólt szerezhetett volna, de nem találta el a kaput. Lendületből megindult Takács, és ha ő felgyorsít, akkor már nagyon nehéz utolérni. Jó a passz, Bojtor vissza, Horvát, tovább hozza még, visszakerül elé, Horvát lövi el a kapu mellé. Nem sokon múlott a Honvéd vezető gólja, néhány centin csupán. Horvát Adrián merészkedett előre. Tíz perc van hátra. A meccs eddig legnagyobb helyzete ez a szabadrúgás. Sorfal a helyén. Hajdú belelövi a sorfal szélső tagjába, kipattanó debreceni, aj pedig nem volt les, hiszen ott állt a bal kapufánál egy siófoki. Nagyon közel volt a Honvéd a vezető gólhoz. Itt van Hajdú szabadrúgása, Tusarit találja el, aztán jön a lövés, kipattan Molnárról, Bojtor lövése, debreceni belekap, és ha az Danilo berúgja onnan a kapu torkából, akkor bizony érvényes és szabályos a gól. Takács, és most Takasso. Ki kell hozni onnan, mert három siófok, és ott van Sovumi, szerez labdát, nagy helyzet, és még nagyobb védés. Kemenes. Nagyon könnyelmű volt most a Honvéd. Mindenáron játszani akartak, nem pedig előre rúgni a labdát, és lehet, hogy belesérült ebbe a lövésbe Sovumi. Botisztól veszi el szabályosan, aztán erőből próbált lőni. Kemenes bravúr kellett ahhoz, hogy maradjon a 0-0. Szöglet. 3-3 a szöglet arány. Kapu elé jön a sarokrúgás, vezet a siófok. A 40. perc legelején megszerzi a vezetést a vendégcsapat. Nem tehet erről Kemenes, Horváth Károly öröme. Nem mondom, hogy a semmiből, de szinte a semmiből szerez vezetést a vendégcsapat. Helyzet kihasználásból minden esetre majdnem jeles. 0-1. Nézzük meg még egyszer. Jön középre a labda, és tökéletes a csúsztatás. Megvan a vendégvezetés. Délceg Gergely a gólszerző. Debreceni Takács. Beadja középre, Danilo fordulna be. Danilo végül csak megszelidíti, Bojtor, éles a szög. Talán az előző pattanás után el tudta volna lőni a labdát Bojtor. 56. perc. Ivancsics nem rossz kapu fölé. Hajdú. Jön a beadás. Bajner csak kifelé tudja átvenni. Takács középre, Moreira. Hajdú éles szögből, Molnár. Úgy gondolom, minden megpróbáltunk, amit lehetett. Számunkra szokatlan dolgot próbáltunk, támadni próbáltunk hazai pályán. Így sikerült. Nem tudtunk gólt rúgni, és egy olyan szöglet variációból kaptuk a gólt, amire készültünk. Legyen hívákat nehéz kiküszöbölni sokszor. Főleg az elmúlt 5 mérkőzésnek a sikertelensége miatt ez egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés volt, nem csak a pontok számát tekintve, hanem lélektanulag is, és ez egy nagy feszültség oldódott fel, nem csak én bennem, hanem gondolom a játékosaimban is.